Újra megnyílt a bűnmegelőzési iroda Zalakaroson. A programban dolgozó kortárs segítők feladata a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése mellett a helyiek és a turisták segítése a nyári szezonban. A bűnmegelőzési programban több tucat fiatal vesz részt. A társadalmi munkában megvalósuló együttműködés csak nem 20 éve működik a településen, a fürdő területén elkövetett bűncselekmények száma azóta szinte nullára csökkent. A 2000-es években azért nem volt ennyire biztos, hogy ha valaki ide bejött, akkor minden időszakban biztonságban érezhette magát. Ez az időszak már elmúlt, köszönhető a bűnmegelőzési iroda gyakorlati helyszínéül, hogy itt vannak. És most már bátran elmondhatom, ha csak egy-két papucs csere vagy papucs eltulajdonítás van a fürdőn, akkor azt is jelezzük, vagy jelzik felém, de abszolút elmondhatom, hogy az elmúlt időszakban az itt létük alatt komoly bűncselekmény nem történt. 19. alkalommal szervezték meg a bűnmegelőzési és kortársegítő képzőtábort. Az egyhetes képzésre ebben az évben is túljelentkezés volt. Tóth László szerint az önkéntesek jelenléte önmagában is visszatartó erőt jelenthet a bűnelkövetőknek. Nem csak Nagykanizsa, nem csak Zalakaroson, illetve nem csak Keszthelyen, hanem a megye többi városaiba is próbáljuk megszólítani a fiatalokat különböző programokkal. Ugye az 50 órás közösségi szolgálat keretében is tudnak nálunk munkát vállalni. Ezek elsősorban a bűn és a baleset megelőzés területén vannak. Ezeken a rendezvényeinken, illetve ezeken a munkákon a gyerekek mindig aktívak és mindig közreműködőek. Tóth László hozzátette, a szolgálatot teljesítő fiatalok többsége érdeklődik a rendőri pálya iránt, így akadnak olyan korábbi kortársegítők, akikkel később kollégák lettek. Hegedűs Barnabást is a táborban szerzett tapasztalatok győzték meg arról, hogy segítséget nyújtson az embereknek. Ez úgy indult, mint egy nyári tábor, csak kikapcsolódásképpen, de időközben, ahogy ugye teltek a napok a táborba, egyre jobban érdekelni kezdett, és utána ugye mondták, hogy strandokra is fogunk jönni, úgymond ugye bűnmegelőzés céljából, és ez ami megfogott benne. Novák Ferenc, a fürdőváros polgármestere a megnyitón kiemelte, a turizmus alapja, ha az emberek biztonságban érzik értéktárgyaikat, így az együttműködésnek kiemelt szerepe van Zalakaroson. Örülünk annak, hogy a vendégeink itt biztonságban érezhetik magukat. Ahogy említettem, a rendőrséggel való együttműködés, a polgárőrséggel, mindazokkal a szervezetekkel és emberekkel, akik segítik a jó közbiztonságot. És ahogy említettem, örülök azonnak is, hogy a fiatalok itt vannak, és ők ebben aktívan közreműködnek, hiszen az itt lévő több ezer ember biztonságban érzi magát. A bűnmegelőzési program résztvevői augusztus 20-áig segítik a rendőrök munkáját.